elkezdődött, és egy kisebb szünet után kevesebb, mint egy hét múlva folytatódik is a női kézilabda bajnokság. Jó estét kívánok, Deli Ritával beszélgetünk az eddig történtekről és az előttünk álló időszakról. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljött és itt vagy velünk. Szia, jó estét. Ja, négy meccsen vagyunk túl. Hogy értékeled ezt az elmúlt pár hetet a bajnoki rajt óta? Ugye ebben volt egy Moson-Magyaróvár elleni nagyon szép győzelem, volt egy debreceni nagyon jó 45 perc, és egy nagyon rossz, mondhatjuk így 15, aminek ugye vereség lett a vége, volt egy Győr elleni nagyon szép mérkőzés, egy relatíve szoros vereség, és ugye lett egy szombathelyi döntetlen, és hát ugye az egésznek van egy olyan hozadéka, hogy van, vagy lett újabb néhány sérült irányító poszton ráadásul. Igen, én azt gondolom, hogyha azt mondom, hogy a realitás, akkor valahol most itt tartunk. Ha minden figyelembe véve összességében nézem, akkor a Moson-Magyaróvár mindenképpen egy nagyon pozitív és egy hihetetlen nagy erőt adó győzelem volt, és nagyon fontos volt, hogy a szezont hogy kezdjük. Debrecenben, ahogy azt a 40 percet, ahogy említetted, játszottuk, én azt gondolom, hogy az emlékeztetett az előző időszakokra, viszont a csapatnak a jelenlegi állapotában, akár egy Claudine Mendy, Walfish Mercedes, Attingré, aki egyébként kiválóan teljesített, hogyha ezek a stabil, rutinos játékosok, vagy akár a szélső pozícióban, Perci de Rossi, a Szarka Adrián, vagy Zazai a szélen, nem tud hatékonyan egy bizonyos stabilitást adni a csapatnak, és a teljesítményük nem stabil, akkor ez a hullámzás az benne lehet, hiszen azok a fiatal játékosok, akik ebbe bekapcsolódnak, és most oszlopos tagjai kell, hogy legyenek, főszereplők kell, hogy legyenek, ez a hullámzó játék mindenképpen bennük van. A Győr ellen én mondhatom azt, hogy teljesen stresszmentesen mehettünk ki a pályára, és aki kijött a köfémcsarnokba, mindenképpen láthatta, hogy egy nagyon szép kézilabdát játszottunk, és azt mondhatom, hogy különböző szinten van a két csapat, de mégis egy élvezhető mérkőzés volt. A szombathelyi mérkőzés, azt gondolom, hogy két hasonló képességű csapat találkozott, játékos alományát illetően, függetlenül, hogy egy feljutó csapatról beszélünk, de nagyon komolyan megerősítették azt a csapatot, rutinos játékosokkal, 5 külföldi játékossal. Ez a hullámzás az ugyan érezhető volt, ami egy kicsit talán rutintalanságból is. Ha a mérkőzésnek a folyamatát nézem, akkor azt gondolom, hogy az egy pontnak örülhetünk, amit onnan elhoztunk. Mi a helyzet? Ugye Hudra Enikővel és Pilar Carmennel, ugye Enikő a Győr elleni ifi meccsen sérült meg, Carmen pedig ugye a szombathelyi találkozó 6.-7. percében? Igen, róluk annyit kell tudni, hogy ugye sörletnevelési játékosaink azért minden évben komoly elszántsággal, komoly motiváltsággal és hihetetlen bizalommal az egyesület felől és akár részemről, azért is vannak a felnőtt csapat keretében, de hát őket sújtja egy visszatérülő sérülés hullám, ami sajnos a keresztszalag szakadást jelenti, ami az ő esetükben most már harmadszor történik meg. Megmondom őszintén, egy kicsit értetlenül állunk a dolgok előtt, hiszen azt a féle protokollt, amit akár az orvostudomány, akár a gyógytornászat megkíván, akár ami a kézlabdában való történő visszaintegrálást jelenti, az az egy év, Carmen esetében a másfél év elmúlt. Úgyhogy a mérkőzés első szakaszában történt a sérülés, mondhatom azt, hogy talán minimális kontakttal, úgyhogy az ő játékokat illetően most lett volna egy hihetetlen lehetőség számukra, hiszen ugye akik esetleg nem tudják, Temes Bernadett, aki a csapat irányítója volt, ő anyai örömök elé néz. Úgyhogy Rózsás Josephine mellett nekik lett volna nagyon komoly szerepük, hogy ezt a felnőtt csapatot irányítsák. Ők úgy tűnik, hogy ismét kiesnek nagyon-nagyon hosszú időre. Mi ennek az oka, hogy ennyi a térdsérülés mostanában? Volt mondjuk ennyi? Te hogy látod, amikor te voltál aktív játékos? Hát nekem is volt 18 éves koromban, viszont az utána történő regeneráció, az utána történő felépülés, szerencsére nekem semmi problémám nem volt, úgyhogy a karrierem az tulajdonképpen töretlen volt. Biztos vagyok benne, hogy a mostani életmód, a táplálkozás, az a minőségi táplálék, ami esetleg a mostani ételekben benne van,
az a fajta hát ingerszegény és mozgásszegény életvitel, ami azért a mai fiatalokra jellemző, lehet, hogy ennél a generációnál halmozottan is jelentkezhet. Nagyon odafigyelünk rájuk egyébként, tehát függetlenül, hogy ők fiatalon bekerülnek egy felnőtt csapat keretébe, az is elképzelhető, lehet, hogy genetika is benne van. Éppen múlt héten beszéltem az egyik sportkórházban dolgozó kiváló sebésszel, akit megkérdeztem, hogy erről van-e esetleg statisztikai kimutatás, hogy ebben közösen tudjunk kommunikálni, és nemzetközi szinten hihetetlen számot mondott, hogy 50%-os ebben a korosztályban a visszasérülésnek az aránya, ami én azt gondolom, hogy ez valami hihetetlen mértékeket mutat. Úgyhogy megmondom őszintén, mi is értetlenül állunk a dolgok előtt. Most kérdezném, hogy a pálya borítása az közrejátszhat-e benne. Na de hát pont a köfém az, amelynél ez azért annyira nem változott. Igen. Az elmúlt mondjuk 10-15-20 évben, hiszen a jó régi parketta van len. Mert ugye lehetett arról olvasni más sérülések kapcsán, hogy azt hiszem, hogy a norvégok vagy a dánok készítettek egy felmérést, és ott ők ez irányba kutakodtak, hogy annyira esetleg a gyors, felgyorsított játék mögött kell, hogy legyen ugye egy olyan borítás, ami ezt a gyorsaságot segíti, és hogy ez a borítás az, amely káros lehet ezekre, vagy veszélyes lehet ezekre a sérülékenyebb játékosokra. Erre is volt utalás nagyon sok felnőtt játékos esetében. Most, hogyha csak az ő példájukat mondom, teljesen változó volt. Tehát például Enikőnek az előző sérülés az Győrben történt, az idei az a köfémcsarnokban, parkettán, Kármennek Szombathelyen, ami ugyancsak parkettes, ahol egyébként a kosárlabdázók is játszanak. Úgyhogy hát lehet, hogy lehetne összefüggést találni, meg lehetne esetleg keresni is, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tényező egyszerre történő összjátéka lehet ez a visszatérő sérülés. Beszéljünk azért a jó dolgokról. Amikor leigazoltátok Armellát Ingrét, gondoltátok, hogy ilyen teljesítményt fog nyújtani? 4 mérkőzés ment le a szezonból, tehát még nagyon, nagyon az elején vagyunk. De hát azért az, amit például Győrben mutatott, vagy akár Debrecenben, sőt, akár mutatott a Mosonmagyaróvár elleni meccset, azért az nagyon komoly teljesítmény. És hogyha ezt tudja hozni a szezonban, akkor komoly erőfeszítéseket kell tenni azért a szezon végén. Én azt gondolom, hogy jövőre is fehérvári mezben lépjen pályára. Igen, hát remélem, hogy sokan nézik a Fehérvár TV-t, de esetleg az ötletet nem kapják meg tőlünk. Hát annyit tudni kell, hogy azért Armel egy nagyon komoly nemzetközi szintű, hát mondhatom azt, hogy egy klasszis kapus. A francia válogatottnak egyébként régen a tagja is volt, de hát olyan bőségzavarát élvezi a francia felnőtt válogatott, hogy mostani keretbe ugye nem fér be, bár én azt gondolom, hogy ha Krumpholz szövetségkapitány látná őt így védeni, biztos vagyok benne, hogy meghívót is kapna. Azzal a szándékkal is igazoltuk le, hogy a kapuban egy nagyon stabil, nagyon kiemelkedő teljesítményt nyújtó kapust próbáljunk meg, aki egyébként rutinos, mert egy 30 éves játékos, rengeteg nemzetközi meccset is már maga mögött tud. Én egyébként akkor láttam őt, amikor 3 évvel ezelőtt még az ISZI Párizsban Oftedállal együtt egy csapatban játszottak, és az Érd játszott velük EHF kupa mérkőzést, és ott valahol az őrületbe kergette az érdi játékosokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy óriási erőssége, egy hihetetlen egyéniség, tehát aki őt látja, és érdemes kijönni személyesen a helyszínen megnézni, mert egy olyan hihetetlen impulzust, egy olyan energiát adó, és egy, hát mondtam azt, hogy egy show girl, hogy érdemes őt megnézni. Nagyon fontos a kapus teljesítmény, hiszen egy csapatnak olyan hátországot, olyan biztonságot tud adni, amiből ki kell majd tudnunk használni, hogy ő ilyen stabilan tud védeni. Egy kapus meg általában ugye az irányító tud nagyon erős tartást adni egy csapatnak. Most akkor az a helyzet, hogy Rózsás Zsozefin és Besser Borbála maradtak irányító pozícióban. Hogy bírják ők ezt a,
ezt a nyomást, ezt a terhet. Hát, ugye Josi Szombathelyen azért, mintha kicsit magára, vagy vállára vette volna a csapatot, amikor ott megdöccent a szekkér, és ugye 7 vagy 8 gólt is szerzett a Szavári arénában. Szóval hogy bírja ez a két fiatal játékos most ezt a nyomást, ami mondjuk eddig 4-en osztoztak, és ebből most a pillanatokat kiesett újabb két játékos? Hát sok idejük nincsen gondolkodni. Josi egy nagyon ambiciózus, egy hihetetlen energiabomba, aki néha még a gyorsasága gyorsabb is, mint a labda, meg a gondolkodása is. Én azt gondolom, hogy ő nagyon jól él ezzel a lehetőséggel. Az a fajta rutin, ami akár egy végjátékban, egy kritikus szituációban, az a vehemencia, ami még benne van, ez nyilván még a rutinnal, a játékidővel még tanulható, és még gyakorolható. Bori pedig hát belecsöppent. Mondhatom azt, hogy az a lehetőség, ami most elé adódik, ezzel én azt gondolom, hogy ő is egy nagyon intelligens játékosról beszélek, ami egyébként irányító pozícióban nagyon fontos. Nagyon ügyesen oldják meg a feladatukat, éppen a héten, illetve múlt héten játszottunk edzőmérkőzést ebben a bajnoki szünetben, hogy ugyanúgy játékban tudjam tartani a játékosokat, illetve be tudjam építeni, mert hát ott az utóbbi két hétben ugye kiesett a két játékos, akikről előbb beszéltünk. Olyan dolgokat próbálok elvárni tőlük, amik nyilván nem egy rutinus, egy 30 éves játékostól elvárható, de akik tehetségesek, azok most biztos, hogy meg fogják mutatni mérkőzésről mérkőzésre, hogy akkor tudok rájuk számítani. És ugye megmutathatják jövő hét szerdán a Kisvárda ellen, mire számítasz azon a mérkőzésen, hiszen ugye a Kisvárda évek óta komoly összegekből tud gazdálkodni, és ugye gyakorlatilag tavaly évben is ugye ki tudtak úgy állni, hogy magyar játékos nélkül tisztán légiósokkal. Ezzel együtt azért az előző szezonban is elmaradtak szerintem a bajnokság végeredményét tekintve a várakozásoktól, és egyre talán úgy tűnik, hogy bár nem rosszak idén sem, de hogy azért olyan nagyon nem tudták még most sem begyújtani a rakétát. Igen, továbbra is próbáltak magyarosítani, de rengeteg külföldi játékosuk van még továbbra is. A meghatározó pozíciókban mondhatom azt, hogy 4-5 pozícióban komoly nemzetközi rutinnal rendelkező külföldiük van, kiegészítve természetesen magyar, vagy volt, vagy jelenleg is válogatott játékosokkal. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen most a bajnokságban nem túl könnyű mérkőzés, hiszen mindig van egy változó, mindig van egy kieső, vagy mondhatom azt, hogy azért voltak betegségek héten, tehát mondhatom azt, hogy ez a hét az egy kicsit máshogy zajlott, mint ahogy elterveztük, de én azt várom, hogy azokat a speciális dolgokat, amit egy-egy mérkőzés, egy-egy ellenfél ellen megpróbálunk megvalósítani, mert azért a taktinkákat mindig megpróbálom igazítani a következő ellenfélhez. Én azt gondolom, hogy a lányok nagyon-nagyon elszántak lesznek, és szeretnék megtartani azt a magabiztosságunkat a hazai pályán, még akkor is, hogyha azért egy nagyon rutinos csapat jön hozzánk, hogy hát tartsuk itthon azt a két pontot. Mennyire lesz kritikus ez a szezon, hogy látod? Mennyire hát ez lesz? Nagyon kritikus lesz. Ez nagyon kritikus lesz. Én azt gondolom, hogy ez ilyen 50-50%, tehát most jelen pillanatban még nem tudom elmondani, hogy inkább magunk mögé kell nézegetnünk, vagy magunk elé. Ebben minden benne lehet, tehát olyan egységes és olyan nehéz a középmezőny is, amiben azt gondolom, hogy még a végmezőny is, hogy egy Szent Istvánról, akiről azt gondoltuk, hogy hát feljutó csapat, igazából olyan nagy neveket nem igazoltak, de megmutatják, hogy ők azért ott vannak, tehát nagyon nagy gólkülönbségű vereségeket nem szenvednek, mindenki megszenved ellenük, a Szombathelyről beszéltünk, tehát ők nem egy kvázi feljutó csapat és egy gyengélkedő csapat, és aztán innentől kezdve az MTK erősödött, éppen most a Ferencváros kölcsön adta a balkezes játékosát, mondhatom azt, hogy a Kisferencváros az MTK, a Debrecen most nagyon elindult, én azt gondolom, hogy ők inkább az egy négy felé kacsingatnak, és akkor még nem beszéltem a Dunajvárosról, nem beszéltem a Kisvárdáról, magunkról, tehát én nagyon-nagyon remélem, hogy a hazai mérkőzésünket pozitívan tudjuk zárni, akár majd a Szent István vagy a Békés Csaba ellen, és akkor az ad egyfajta stabilitás nekünk. És még egy kérdés így a végére, hogy
Tervezitek egyébként, hogy mondjuk a téli időszakban megerősítitek a csapatot irányító poszton, vagy meglátjátok, hogy hogy alakul a következő időszak, és hány pontot sikerül gyűjteni, illetve Rózsás Józsefin és Wesser Borbála, hogy tud a csapat hasznára segítségére lenni? Én azt gondolom, hogy nézelődünk mindenképpen, folyamatban van, nem azért, mert bennük nem bízunk, hanem azon, hogy bizonyos lépcsőfokokat nem tudunk egyről a kettőre átugrani, és azoknak a stabil, rutinos játékosoknak is szükségük van arra a fajta stabilitásra, hogy az ő játékuk is még hatékonyabb legyen, tehát egy irányító pozíció az rettentő fontos pozíció. Nem egyszerű szezon közben igazolni, abban bízhatunk, hogy esetleg akár egy BL csapat, aki nyilván nem a top csapat, vagy egy EHF kupában szereplő csapat esetleg kiesik, gazdasági nehézségeik vannak, és talán tudunk decemberben igazolni. Nem sok reményt látok, de nyilván azon igyekszünk, hogy legalább azért egy rutinos játékos tudjunk, még akár belső pozícióba is esetleg igazolni, mert egy óriási segítség lenne azért ennek a rettentő fiatal csapatnak. Hát ez rettentő fiatal csapat, tehát legközelebb majd a Kisvárd ellen mutathatja meg magát. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Jövő héten szerdán tehát Albafehérvár KC Kisvárda mérkőzés, most pedig egy kis maraton így az adás végére, hiszen az elmúlt hétvégén rendezték a Budapest maratont, több mint 30 ezer ember futott a fővárosban a két nap alatt. Nagyon-nagyon sok fehérvárival, ezúttal is Fejér megyéből érkeztek a legtöbben, Budapest és Pest megyét nem számítva, és természetesen ezúttal is volt Fehérvár Média Centrumos maratoni váltó a rajtnál. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, én ezzel a bejátszással búcsúzom, viszontlátásra. A 34. Spár Budapest Maraton Fesztivál első napján már megtelt az új budai ELTE lágymányosi kampusza környékén kialakított versenyközpont. Szombaton a rövidebb távok várták a futókat, a 10 kilométertől az 500 méteres családi futásig. Elsőként a Landliebe 10 kilométeres távját vállalók melegítettek, hogy aztán három hullámban induljanak neki a nap leghosszabb távjának a Pázmány Péter sétányról. Útjuk a budai rakparton vezetett, a Lánchídon át a pesti oldalon a Corvinus Egyetemig, majd a Szabadsághídon keresztül vissza a célba. Együtt vállaltátok ezt a 10 kilométert, és ráadásul mind a ketten először életetekben? Igen, először anyukám találta ki, mert ugye simán lefutottuk már az 5 kilométert, meg ilyesmi, és hogy akkor, hogy legyen egy nagyobb kihívás is. Rutinos futók vagyunk már, évek óta járunk a futóversenyekre, és ilyenkor mindig előre engedem. Megbeszéljük, hogy a célnál hol találkozunk, ott megvár, úgyhogy hát gyorsabb, mint én. Azt hiszem, hogy kihasználjátok ezt az egész napot, igaz? Igen, az osztállyal együtt fogunk futni, meg ugye az iskola, és nagyon jó lesz. Ezután következtek a rövidebb távok, az 5 kilométeres mini maraton, a 2,3 kilométeres maratonka, az 500 méteres családi futás, a FODIS esélyegyenlőségi futam és a 4x2 kilométeres váltó, amelyeken összesen 18.850-en vettek részt. Mi már tavaly is voltunk, nem ebben a felállásban, de azt is nagyon élveztük, és akkor ezért volt az, hogy így elhatároztuk, hogy idén mindenképpen indulunk megint, és nyilván ráéréstől függött, meg kettőtől, meg mi egymástól, és akkor így verbúválódott most ez a csapat össze. Levegőn vagyunk, mozgunk, együtt vagyunk, nem effektív az első helyért harcoltunk, de ha így lenne, annak nagyon örülnénk. Itt jegyezzük meg, hogy a tavaly is párfutáson úgy lettünk elsők, hogy tiszta női váltó nem indult, csak vegyes, tehát hogy nemileg vegyes, és így megnyertük a díjat. A 34. Spár Budapest Maraton vasárnap a klasszikus távval folytatódott, amelyre egyéniben közel 6000-en neveztek. Másfél ezeren pedig másod vagy negyed magukkal osztoztak a 42 kilométeren. A 2236 vidéki futó közül Fejér megyét 200-an képviselték, ezzel Pest megyét nem számítva vezeti a létszám rangsort. A megyét képviselő futók közül a Móri Schmidt Norbert és a székesfehérvári Moroca Andrea voltak a leggyorsabbak. A férfiak versenyét egyébként Jenkei Péter, a nőkét Gyurko Fanni nyerte. Ám a legtöbben nem győzelmi vágyal futották le a 42.195 méteres távot. Én ez volt a negyedik maratonom, de most egy csúcsot döntöttem. 3.47, 3.48, ilyesmi lett. Az első meg 4.19. Évről évre egyre jobb lett. Fantasztikus. A szurkoló, a tömeg, a frissítés, mindenféle tekintetben nagyon jó. Mindig visszajövök ide.
Persze nem csak gyakorlott maratonisták teljesítették a klasszikus távot, hiszen több mint 1100-an életük első maratonját futották le sikeresen. Ez volt az első, és megcsináltam. Mi ösztönzött, hogy elgyere a Spár maratonra? Hagyja az embert a félmaraton után, 30 kilométer után már ez jön. És jön az ultra ezek után. Voltak-e olyan pontok, amikor nehéz volt? 30 kilométer után, az nehéz. De túl kell rendülni, akkor már nincs sok hátra. Mi az, ami segített és erőt adott a folytatásban? Hát a tömeg, sokan vannak körülöttem, ez jó. Maga az útvonal, hogy tetszett? Nagyon jó, jók ezek az egyenesek, lehet futni, nem kell keresni az útvonalat. Nekem ez tetszett, ez bejött. Akik még egyben nem vállalkoztak a maratonra, párban vagy négyfős váltóban osztoztak a 42 kilométerre. A staféták különböző kategóriákban is versenykedtek egymással, például a színházi és a média váltók. Még soha nem vettem részt ilyen maratonfutásban, úgyhogy azt gondoltam, hogy az lesz a legjobb, hogyha ezt a négyes váltót teljesítem először. Akkor összeálltunk a Színművészeti Egyetemen, van egy Szent György és a Sárkány című előadás, amiben meghívtak vendégszereplőként, és abban részt vettem. És akkor annak az előadásnak a szereplőiből alkottunk egy csapatot, az Octopus csapatot, és így sikerült teljesítenünk ezt a távot. Jó volt, nagyon izgalmas volt, tulajdonképpen ez a versenyhelyzet, ez egészen más, mint amikor az ember saját maga fut. Sokkal jobban ösztönzi az embert a gyorsaság, hogy minél gyorsabban teljesítse a távot. Közel 13 kilométer, ez így rendesen megizasztott, de közben meg úgy érzem, hogyha még lesz a jövőben kedvem egy ilyenben részt venni, akkor vannak elérendő célok. Óta ez volt zsinórban a hatodik, ami jöttem, és mindig céges csapattal. A média centrum konkrétan 3-4 éve, akik együtt futunk mindig. Nagyon büszke vagyok rá, hogy most beszél a sportszerkesztőségből csak én voltam, de nem csak a sportosok nálunk. Hát a lányok meg fantasztikusak, mert mondjuk Dóri jobb időt fut akármelyik fiúnál, úgyhogy ő a vezére a csapatunknak, és elképesztően jó csapatépítő ereje van egyébként ennek, és ezért is szeretjük nagyon minden évben itt lenni. Most vagyok itt másodszor ezzel a csapattal, a harmadik futó voltam. Ugye ott a Szigetnél, illetve visszafele Óbudán futottam be tulajdonképpen. Úgyhogy az egy nagyon jó szakasz szerintem. Sütött a nap rendesen. A többiek azt mondták, hogy te vagy a leggyakorlottabb. Akkor ezek szerint te már sokat szor vagy itt? Sőt, akár a maratont egyben is lefutottad már? Igen, lefutottam, ha jól emlékszem, 2014-ben, de az egy egyszeri vállalkozás volt, nem szeretném megismételni, arra azért rá kellett döbbennem, hogy az nem feltétlen az én távom. Valóban 14 évig atlétizáltam, úgyhogy a futás szeretet az nagyon régre nyúlik vissza. Viszont az, hogy a médiacentrumon belül egy olyan csapatra leltem 16-ban, amikor elkezdtem Fehérváron dolgozni, akik hasonló értékrenddel bírnak, mint én, az egy szuper dolog volt így a munka mellett, úgyhogy szerintem így egymást erősítjük azóta, és tényleg ez egy fontos küldetés nekünk évente, hogy itt megjelenjünk, tehát valahogy mindenki szabaddá teszi magát erre az időpontra, mert ezt ki nem hagynánk. A két nap alatt összesen 31 ezeren teljesítették a 34. Spár Budapest Maraton Fesztivál valamelyik távját.